Megkértük az egyik ismert fehérvári amatőr futót és versenyszervezőt, tesztelje le, milyen az új pálya. Kaufer Tamás szerint nincs ok aggodalomra. Én itt látjuk, hogy pontosan most elfutottak mellettünk, szerintem ő egy osztály volt, nem tudom hova valósi gyerekek, és egymás mellett futnak. Kaufer Tamás triatlonozik, így rendszeresen látogatja a Halesz Parkot, hogy itt edzen. Amikor meghallottuk, hogy a Haleszba rekordtán lesz, akkor automatikusan a Salakra gondoltunk, de én úgy gondolom, hogy ez ügyes volt ez a dolog, hogy kanyargósabbra vették. Egy pici szintet is belevittek, tehát egy minimális kis dombocskánkat is meg kell futni. Én úgy gondolom, hogy igenis van egy olyan réteg, aki az amatőr futók közül, aki ezt nagyon fogja szeretni, mert a pálya nagyon változatos ezáltal, hogy befut a fák közé, még hűvös, azt mondom, hogy egy része hűvösbe is van, és akár ezt össze lehet kötni a Salakkal kombinálva. Tehát én azt mondom, hogy meggyőződésem, hogy van az amatőr rétegnek egy olyan csoportja, aki nagyon szívesen fogja használni. Én azt gondolom, hogy ez egyel jobbnak érzem, mint a Bregyóba. A Bregyóba, ami van, az már szerintem azért, mert öregebb, egy picit elpuhult, vagy nekem az túl puha, az Achilleszemnek, a vádlimnak, az olyan, mint egy szőnyegen futnánk. Én úgy gondolom, hogy ez megközelíti már az optimálist. Azért mindenképp utcai futócipőt javasolnék hozzá, de hát sokkal jobb, mint aszfalton futni, ez nem kérdés. Tény, hogy a kanyargós vonalvezetés nem kedvez a gyorsaságnak, itt azonban nem ez a cél, hanem az, hogy aki szabad idejében futni akar, megtehesse. Nagyon fontos, hogy víz, tehát nem kell hoznunk vizet, illetve van WC. Ez elengedhetetlen egy futónak, úgyhogy rock and roll.